Sziasztok, Marcelik az Oppo Magyarország nagykövete, és ebben a szuper gyors videóban be szeretném mutatni, hogy milyen egyszerű custom ROM-okat és recovery eket flashelni az Oppo Find 7 a telefonra. Tartsátok észbe, hogy ez nem jár garanciavesztéssel, és szuper gyors, tehát egy-két lépés alatt készen van a telepítés. Úgyhogy nézzük meg, hogy hogyan működik. Amit láthatjátok, a ColorOS 1.2.1-es verzióját futtatom jelenleg a telefonon, és már minden fontos alkalmazásomról készítettem biztonsági mentést a Titanium backup -al. Ajánlom, hogy ezt ti is tegyétek meg. Első lépésként csatlakoztassuk a telefonunkat a számítógéphez USB kábelen. Ezután telepítsük az Oppo drivereket, amik egy külön eszközként jelennek meg a számítógépünkön, miután csatlakoztattuk a telefont. Kattintsunk duplán az ikonra és elindul a telepítés. A következő lépésben négy fájlt fogunk letölteni, amikhez a linket megtaláljátok a videó leírásában. Az első fájl neve az Android SDK Slim. A második egy recovery fájl, ami IMG kiterjesztésű. Itt ehhez a videóhoz a TWRP recovery-t választom, bár a CWM-mel is hasonló lenne a folyamat. A harmadik fájl maga a ROM lesz, a megadott XDA linken például választhattok néhány ROM közül, és én ehhez a bemutatóhoz a gamit használom. Az utolsó letöltendő fájl a Google alkalmazásokat tartalmazza. Itt fontos meggyőződni arról, hogy a telepítendő operációs rendszer Android verzió számának megfelelő Google alkalmazást töltsük le, így az én esetemben a Gami 4.4.3-ra épül, ezért a 4.4.x-es Google Apps-eket töltöm le hozzá. Most, hogy ezzel végeztünk, helyezzük a két utolsó fájlt, azaz a romot és a Google alkalmazásokat a telefonra. Most húzzuk ki a telefont és kapcsoljuk ki. Ha kikapcsolt, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsoló gombot és a hangerő szabályozó hangosító gombját egészen addig, míg érezzük a rezgést. Ezután meg fog jelenni halványan a a Fast boot szó. Ezt követve csatlakoztassuk megint a kábelt. Ha ezzel végeztünk, csomagoljuk ki az Android SDK Slim nevű tömörített fájlt, ami egy Android SDK Windows nevű mappát kapunk. Fogjuk a Recovery IMG fájlját és másoljuk be ebbe a mappába, azon belül is a Platform Tools mappába. Ezután nyomjuk le a Shift billentyűt, és tartsuk lenyomva, majd vigyük az egerünket egy üres vagy fehér területre a mappán belül, és kattintsunk egyet -egy jobb egérgombbal. Itt az opciók közül válaszol ki az Open Command Window Hilt, ami egy ehhez hasonló fekete ablakot fog felhozni. Itt gépeik belőször egy Fastboot Device, ez majd üssünk egy Entert, amire valami hasonló üzenetnek kellene megjelenni nálatok is. Hogyha nem, akkor valami gond van a driverekkel, ajánlom kicserélni az USB kábelt, újra telepíteni a drivereket és újraindítani a számítógépet. Ha ez sikerült, a következő lépésben gépeljük be, hogy Fastboot Flash Recovery, majd egy szóköz köz, utána kezdjük el gépelni a telepítendő IMG Recovery File nevét. Elég az első pár karaktert megadni, így az én esetemben az X-et, majd megnyomni a Tab billentyűt, amire a program kiegészíti a file nevet. Ezután következik még egy Enter, ami telepíti a recovery -t. A telepítés után húzzuk ki a kábelt és ne indítsuk újra. Ha most újra újraindítjuk a telefont, automatikusan visszaflashol az Oppo recovery és mindent újra kell kezdenünk. Helyette nyomjuk meg egyszer a bekapcsoló gombot és a hangerőszabályzó halkító gombját, amíg érezzük a rezgést. Ekkor engedjük el és az újonnan flashol recovery-be fogunk érkezni. Itt első lépésként hajtsunk végre egy wipe-ot, ez törölni fogja a felhasználói adatainkat és alkalmazásainkat, így érdemes előtte egy biztonsági mentést készíteni a telefonról. Második lépésben telepítsük a letöltött romot. Az Install gombra bökünk, majd megkeressük a mappát, ahova a romot és a Google alkalmazásokat tettük. Itt kiválasztjuk a telepítendő fájlt, az én esetemben ezt itt, és indulhat a telepítés. Harmadik lépésként jó esélye telepíteni akarjuk majd a Google alkalmazásokat, így itt megint ugyanahhoz a mappához navigálunk, és most kiválasztjuk a Google alkalmazásokat. Amint ezek elkészültek, már nincs is több dolgunk, be lehet kapcsolni a telefont, és az általunk választott custom ROM fog rajta ketyegni. Néhány változat, mint például az általam telepített Gummy ROM már alapból rútolva is van, tehát ezzel sem kell külön foglalkoznunk. Valójában ennyi volt a folyamat, már készen is vagyunk mindennel. Ennyi fért bele a mai videóba, hogyha tetszett, akkor adjatok meg egy lájkot, kövessétek a YouTube csatornámat, a Facebook oldalamat és a Google Plus oldalamat, hogyha szeretnéknek még hasonló videókat látni. Úgyhogy sziasztok és találkozunk legközelebb!